Optimalizált, szűkített létszámú, racionalizált hivatal létrehozásán dolgoznak Csíkszeredában Hargita megye tanácsánál. A szerkezeti változtatásokról és az arculatváltásról sajtótájékoztatón számoltak be a megyeháza galériában. A vírus alatt a kollégái nem csak azt csinálták, ami a klasszikus dolog. Tehát a könyvelő nem csak könyvelt, az utász nem csak aszfaltozott, a jogász nem csak perelt, hanem beszálltak tanácsadásban, fordításban, segélyszervezésben. Ezt a holisztikus gondolkodásmódot kell elsajátítania a hivatal minden alkalmazottjának, hangzott el a csíkszeredai sajtótájékoztatón. Az átszervezések nyomán azt szeretnék, hogy hatékonyabbá váljon az ügyintézés, csökkenjen a bürokrácia. Ennek érdekében szeretnék, ha minél több területen működne az online ügyintézés is. Hargita megye tanácsánál az elmúlt 8 hónapban nagyon sok területen kialakult az e-mailen keresztüli ügyintézésnek a lehetősége, és az az érdekes jelenséget figyeltük meg, hogy a végrehajtási, elvégzési idő felére csökkent. Tehát ilyen szempontból hiszünk a digitalizációban, tovább fogjuk folytatni. Ehhez szükség van a törvényhozóink közreműködésére, segítségére is, mert sajnos Bukarest nem hisz a debürokratizálásban, nem hisz a digitalizációban. A megyei hivatalban több osztályt átalakítottak, átszerveztek. Ez csak az első lépés a jogminőségű szolgáltatások érdekében, hiszen tovább folytatódik a munkafolyamatok újragondolása, hangzott el. A legfontosabbak az egyrészt a közigazgatási osztálynak az átszervezése, tehát ez a főépítészi hivatal keretében fog tovább tevékenykedni. Azért is, mert a főépítészi hivatalnak több olyan tevékenysége van, ami a polgármesteri hivatalokat segíti vagy szolgálja ki, illetve lakosság fele szolgáltatás, és ezeknek egy részét szeretnénk, hogy elérhetőek legyenek a területi irodáinkon is keresztül. Változik Hargita megye tanácsának arculata is. A megyeháza órájából inspirálódó új logó magyarázták, a természetközeliséget és a fejlődést sugallja.